medencetereknél a vízveszteség jelentős része a párásodási problémából ered. Tehát a tetőknél vagy a felületeken, falfelületeken, csempéken rengeteg pára lecsapódik. Ez a pára nem biztos, hogy a medencébe jut vissza, a medencetérbe jut vissza, hanem valami egészen más helyre. Tehát itt is láthatjuk, hogy a medence tövébe, a sínrendszerébe, a széleire érkezik meg a párásodás okozta nedvesség, és ez a nedvesség aztán hiányzik a medencetérből, és ez a medence emiatt vízveszteséget szenved, tehát ezt időnként pótolni kell. Erre be lehet építeni automatikát, ami adott vízszint csökkenésnél pótolja a veszteséget, de mindenesetre számolni kell azzal, hogy a párásodás okozta a vízveszteség az jelentős lehet.